Na hát akkor üdvözlünk mindenkit a legjobb random talk show epizódban, ami aztán annyira random lesz, hogy még azt sem tudjuk, hogy pontosan mi lesz a téma. Igen, igen, így elkezdtük azt, hogy figyelj, kéne valamit említeni az új Szellemirtok téréről, aztán majd lesz valami, szóval hogy igen, igen, csak ebből nem lehet egy random talk show csinálni, de viszont erről viszont kell beszélnünk, mert ez viszont egy nagyon-nagyon nagy aktuális téma, hogy ugye most lesz új Szellemirtok film sok-sok év után, és jelenleg minden idők leggyűlöltebb filmes trailerje a YouTube-on. Azaz a legtöbb dislike-ot kapott. Igen. És a legrosszabb like-dislike arány is. Szóval az is kapta a legtöbb dislike-ot, és a like-dislike arány is azt hiszem itt a legrosszabb. Hogy tényleg minden nagyos olyan ember, aki szerette a filmet, van, vagy 50-60 ember, aki utálta a trailert. És rengeteg cikk volt erről, rengeteg YouTube videó készült erről az alkotás, igen, meg pusztán magáról a reakcióról. És nagyon sokan, meglepő mennyiségű ember arra hegyezi ki az egész dolgot, hogy az új Szellemirtokban nők a szellemirtók. Szóval most nem négy faszi menti meg a New Yorkot a szellemektől, hanem most négy csaj, és most ezért gyűlöli mindenki a filmet. Szóval nem sántít ez egy picit? Vegyük eleve azt, hogy az internetezők fele nő. Szerintem nem lehet vele vitatkozni, mert tényleg így van, mindenki használja az internetet. Nehogy azt mondjátok már nekem, hogy egy nő, aki fölmegy, megnézi a trailert, az nem találja meg a like gombot, mondjuk, hogyha nagyon akarná. Vagy nem találja meg a dislike gombot, hogy benne legyen azokban a haterekben. Szóval nem gondolják azt komolyan, hogy az a sok dislike, az csak is kizag férfiaktól jött. Nem hiszem el. Nincs ilyen. Szóval, hogy ha ők leszexistázzák a filmnek az utálóit, mert hogy biztos azért, mert nők a szellemírtók, én leszexistázom őket azért, mert szerintük egy nő nem képes megnyomni egy like vagy egy dislike gombot. Szóval, olyan irdatlan mennyiségű fasság. Én még azt is tudom kérdezni, hogy a Sony direkt így találta ezt ki, hogy legyenek nők a szellemírtók, hogy ez egy ilyen védelem lesz. Hogyha utalják majd a filmet, akkor majd bújhatunk el, hogy igen, hát a filmsovinista gecik mennyire gyűlölték ezt a filmet. Nem az, hogy a film retek szar, meg senki sem kérte, senkinek sem volt rá szüksége, hanem tényleg csak a szexizmus. Hát eleve vegyük azt, én megnéztem a trailert, és nagyon régóta nem láttam olyan filmet, ami csinálta volna azt a szar hülye poént az ördögűzőből, hogy kitekeredik, tudod, 180 fokba egy karakter a nyaka. Vagy ez nem az még? Nem emlékszem, hogy a rókázás volt-e benne, de konkrétan a nyak kitekeredésében az biztosan benne volt. És mondom, szerintem vagy 10-15 éve nem láttam ilyet egy filmben. Mert ez egy időben minden horror paródia csinálta, mert az ördögűzőre hogy tudjanak utalni. És annyit csinálták már, hogy szerintem egész Hollywood megegyezett, hogy figyelj, ne csináljuk többet, mert szar. Mert lejáratott, mindenki számít rá, klisé szar, és most a Szellemírtók film visszahozza. Eleve vegyük azt, hogy a Szellemírtók az nem egy paródia. Szóval a Szellemírtóknak nem úgy kéne viselkedni, mint hogy egy ördögűző paródia lenne, mert az eredeti Szellemírtók se volt egy ördögűző paródia. Az egy film volt, egy vígjáték volt, de megvoltak a saját jelenetei, a saját története, a saját karakterjei. Nem kell paródiát csinálni belőle. Mert ma ez a film maximum a Szellemírtókat tudná kiparodizálni, mert szar. Akkor vegyük azt tényleg, hogy tényleg az egész univerzum szerintem megállapodott abban, hogy nincs szükség több szellemírtókra. Évek óta volt szó, hogy lesz új Szellemírtók film, viszont mindig úgy tűnt, hogy csak és kizag egy ember akarja Hollywoodban, Dan Aykroyd. Konkrétan az egyik színész meghalt. Ki játszotta az Igant? Harold Ramis, azt hiszem, úgy hívták. Szóval eleve az egyik színész meghalt. Nem tudsz folytatást csinálni, hogyha az egyik főhős nincs benne a filmben. Ha másik színész teszel bele, mindenki levágja, az már nem ugyanaz. És akkor most mi? Megmagyarázzák, hogy a két film között miért halt meg? Meg a másik az, hogy te pontosan tudod, miről beszélek. Blues Brothers. Ott is mi volt? Előtettek egy második filmet, úgyhogy ugye John Belushi meghalt, az is szar lett. Szóval nem volt ez egy előjel, a Dan Aykroydnak, hogy féltalán nem kéne erőltetni egy harmadik Szellemírtók filmet, akkor már a második se volt jó. Volt belőle egy kurva jó rajzfilm,
aztán utána egy másik kurva jó rajzfilm, szóval két jó rajzfilm sorozat is volt a Szellemirtokból, akkor volt PS3, Xbox 360-ra a játék. Nem játszottam, nem tudom. Nekem megvan, de még nem jutottam el odáig sajnos, hogy játsszak vele. Viszont ahhoz, hogy azt megvettem, azzal volt lehetőségem végre megnézni a filmet, és amúgy az első film az tényleg kurva jó volt. De mindenki megállapodott abban, hogy legyen el egy nyílék Szellemirtok. Tehát csak is kizag a Dan Aykroyd előtette, és amúgy utána olvastam, hogy ebben a filmben is bőven benne van, szóval a forgatókönyv. Ezt akartam kérdezni pont, hogy akkor ezek szerint ő ezt nyomja. Igen, szóval azért találták ki az új szereplőkártyát, mert Bill Murray például hallani sem akart a projektről, pedig te, ő olyan fosba is benne volt az utóbbi időben, mint egy Garfield CGI film. Szóval, hogyha Garfield után a Szellemirtok 3-at nem vállalt be, mert vérciki, ott már gond van. És tényleg ez annyi előjel volt arra, hogy ez nem tud más lenni, mint szar. Nem tudom, hogy Dan Aykroyd miért erőltette. Meg tényleg ez a gyerekes, biztos a szexizmus miatt. Nézzük meg az új Star Wars filmet. Női főhőssel. Következő Star Wars spin-off. Szintén női főhőssel. Mind a kettőnek imádták a trailerét. És a hetedik filmnek már ugye ki... Igen? Még annyi, hogy új Tomb Raider film. Szintén női főhőssel. Igen, szóval, hogy nem az a... Éhezők fiadala. Igen! Szóval, konkrétan olyan franchise-ok vannak, ami kifejezetten az, hogy női főhőse van, és mindenki imádja, mindenki nézi, senki se fikázza, nem jönnek elő a rettegett himsoviniszta bubusok, hogy lealázzák a filmet, csak azért, mert vaginák vannak benne. Mondjuk az éhező fiadalát nem láttam, mert nem olvastam a könyveket se. De tényleg, hogy most reneszánszát éli a női Hollywood. Egy Battle Royale ripoff, de mindegy, ne is foglalkozunk vele. Nem, de a lényeg az, hogy nem azzal van az embereknek a gondja, hogy nő a főhős. Persze. Ne bújjunk emögé, Réjel se, akinek gondja volt Réjel az új Star Wars filmben, neki sem azzal volt gondja, hogy nő, hanem az, hogy neki annyira minden rohadt könnyű volt, hogy egyszer nem lehetett vele azonosulni. De attól függetlenül mindenki szerette a karaktert. Szóval tényleg nem lehet emögé bújni, hogy nem vagyunk képesek elfogadni egy női főhőst, vagy akár négy női főhőst. Csak, hogyha most férfiakkal csinálnák meg az új Szellemirtok filmet ugyanebben a minőségben, hogyha mondjuk teszem azt, mondjuk egy olyan szereplőgárdát tettek volna össze, mondjuk fognak három fehér komikus, mondjuk mint Michael Cera, Jonah Hill, meg mint Seth Rogen, meg utána fognak egy fekát, mondjuk Chris Rock, hogy ugye meglegyen a három fehér, egy feka kombó, mert ugye most is azt csinálják, de ázsiai nem lehet szellemírtó, szóval ázsiak nem tudnak szellemet írtani. Meg biztos. Latinok sem. Igen, igen. Szóval, hogyha ha férfiakkal akarnák elcseszni a szellemírtókat, mert megerőszakolni az elsőnek konkrétan a nevét, akkor ugyanúgy gyűlölné mindenki, és valószínűleg hasonló like-dislike arány lenne. Szóval ez tényleg iszonyatosan nagy fasság. Csak az a baj, hogy annyira botrány lett belőle, meg ez annyira tényleg tele volt vele a fél internet, hogy mondtam, hogy figyelj, Bence, ezt említsük már föl valahol, mert hát erről tényleg véleményt kéne alkotni, hogy most tényleg nem mert megint ilyen feminácii dolgot csináljunk belőle, hogy nem lehet azt sértegetni, mert bármi köze van egy nőhöz. A gond az, hogy ez Amerikában vagy, szóval hát adja neked a jó Isten, Miki, hogy te kimaradj abból a hibából, amiben én beleestem, hogy felregisztráltam Twitterre, és Trump Tumblr-re is, mert Tumblr-on már nem él, de a Twitteren még igen. És van egy kifejezés, Social Justice Warrior, az SJW, biztos hallottam róla. Persze. Ugye Twiglipuff-tól kezdve, Triglipuff, bocsánat, ugye most ő a legutóbbi világszenzáció. Tehát eljutottunk odáig, hogy az amerikai modern feminista mozgalom, az már tényleg akkora fasárokat tűzkizászlóként is vállalják fel büszkén, hogy például csak fehér férfi lehet rasszista, senki más a világon. És ezt ők teljesen komolyan gondolják, ezt híresztelik, és ez szerint élik az életüket. Nagyon durva válogatások vannak ebből YouTube-on, Twitteren, Tumblr-on, és az a gond, hogy tényleg emögé már cégek is be tudnak állni, mert hogy ez is potenciális vevőközösség, hogy hú, mi támogatjuk a feminista mozgalmat, meg nem tudom micsoda, egy hatalmas fasság, mert maximum olyan országokban lehetne feminista mozgalom, mint Szaúd-Arábia, ahol nem vezethetnek az autót nők, tehát Amerikában szerintem annyira azért nincs rossz helyzetben a nők helyzete az Egyesült Államokban, de tehát szívük joga, csak hogy emögé bújni, és ezt a hülye szar mozgalmat kihasználni egy hatalmas fasság. És én őszintén mondom, hogy nem nagyon láttam, vagy nem emlékszem a Szellemirtok filmekre, és ez sem érdekel,
de engem, én nagyon várom azt a pillanatot, amikor a rendező az egy teljes, nagyon durva mental breakdown-t így lefogadni, mert már elküldött mindenkit a kurva anyjába, elküldött az összes dislike-ozókat, konkrétan kijelentette, hogy a nördök és a geekek a legalja embercsoport a bolygón. Tehát akiket így kiktetik... Valamilyen szinten ebben amúgy igaza is van, de... De nem amiatt, mert... De, tehát hogy mondjam, nem amiatt, mert nem szeretik a szellemírtókat, érted? Szóval, persze. Hogy... De figyelj, eleve gondold azt, hogy te is nézted a trailert, én is néztem a trailert. A trailernek mi a dolga? Az, hogy az embert rávegye arra, hogy bemenjen a moziba megnézni a filmet. Szóval a trailer arról szól, hogy végignézik az egész filmet, kivesznek belőle pár momentumot, ami nagyon király, nagyon jól néz ki, vagy nagyon vicces, és azokat belerakják egy-két perces videóba, hogy te azt megnézd, és azt mondod, hogy ú, basszus, már rónokos a pénztárcám, mert ezt a filmet látnom kell. Ha a trailerbe belefér a ördögűző koppintás, ami tényleg a legelcsépeltebb szarjelenet, amit valaha bárki tudott volna csinálni, akkor az kurvára nem lesz egy jó film. Mert most eleve, most jönnek ezzel, hogy egy új generációnak akarják bemutatni a szellemírtókat. Ez is egy ultra nagy fasság, mert akkor viszont miért egy olyan filmből vesznek ki egy jelenetet és parodizálják ki, ami még a 70-es években készült. A mai fiatalok, akiknek most ők be akarják mutatni a szellemírtókat, fingjuk nincs arról, hogy mi a faszom az az ördögűző. Szóval akkor most döntsék el, hogy a régi szellemírtókra jogóknak csinálják, akkor viszont csináljanak szellemírtókat. Ha viszont az új generációnak akarnak, akiket nem érdekelnek a szellemírtók, csak valamit meg akarnak nézni, és akkor melyen ezt, akkor hogyha most akarnak másfélekre utalni, akkor utaljanak olyanokra, amiket talán azok a fiatalok láttak is. Mert így konkrétan a régieket magukra haragítják, az újak le fogják szarni, és a két cég között ott lesz a padló, hogy senki nem fogja megnézni a filmet. Max nagyon kevesen, csak azért, hogy utána mérgesen szétszólják a filmet az interneten. Olyan lesz, mint a Dragon Ball Evolúció. Ja. Az SJV mozgalomra visszatérve egy másodperccel. Előtte volt egy időben egy ilyen nagyon menő ízé, amikor a japán stúdiókat támadták azzal, hogy miért nincsen elég afroamerikai meg feka karakter az animékben, mert hogy mennyi feka meg afroamerikai arc van mindenhol szerte a világban, akik szintén szeretik az animéket, csak így például kurvára nem tudnak cosplayelni, mert most egy feka srác a Naruto-ból mit cosplayel? Max van egy vagy két karakter, érted? És erre mondta azt, nem is tudom melyik stúdiónak a vezetője, hogy skacok, ott a lehetőség, csináljátok ti magatok. És ennyi. Tehát, hogy nem értem, hogyha egy új generációhoz akarnak szólni, akkor miért kell mindig visszanyúlkálni a régi dolgokhoz, és miért lehet egyszerűen csak a semmiből egy teljesen új valamit csinálni. Az a baj, hogy Hollywood erre már nem képes. Nézd meg azt, hogy mennyire görcsösen erőködnek ezek az a régi 20-30 éves franchise-okhoz, hogy akkor csináljanak remake-eket, meg rebootokat, meg spin-offokat, egészen addig, ameddig már abszolút semmit nem tudnak már megcsinálni. Szóval, miket látsz mostanság? Ja, meg a másik, hogy az valamilyen szinten oké, megértem a képregény adaptációkat, viszont azokból is már olyan kurva sok van, hogy egyszerűen ez ebben nem képes mindent befogadni, nem képes mindent megnézni, mert nem nagy szó az, hogy igen, a kedvenc szuperhőseimet látom a mozivásznon, mert már odaig eljutottunk, hogy olyan szuperhősek is lesznek a mozivásznon, amikor a senkinek sem a kedvencei. Shazam! Jó, mondjuk hozzá kell tenni, hogyha tényleg kicsit jobban benne vagy a DC dologban, akkor a Shazam az amúgy az egy tök poén karakter. Viszont figyelj, lehet, hogy jól megcsinálják, de hogy én amíg meg nem írtam a cikket arra online magazinra, amire írtam, én nem is tudtam, hogy létezik az a karakter. Figyelj, én meg arra várok, hogy tényleg, hogyha ha fogták a legnagyobb neveket, a Superman, Batman, Pókember, ezeket Hulk. Eljátszották, a Hulk meg az X-Men, ja. Akkor utána fogták ezeket a kevésbé népszerű karaktereket, mondjuk Green Lantern, akkor most már Doctor Strange, meg a Ant-Man, stb. Mikor lesz az, amikor tényleg ezek az ötletek is elfogynak, és akkor tényleg átmennek tényleg az abszolút legaljába, hogy fogjuk a képregény történelem legszarabb hőseit és a legszarabb negatív karakterét, és kerüljenek ők is filmbe, mert most már más nem tud filmbe kerülni. Szóval mikor lesz a Fisherman? Mert van egy ilyen karakter amúgy a DC univerzumban, hogy Fisherman, aki konkrétan egy horgász. Ő az Aquamannek az egyik ellensége, és ő konkrétan egy buzis lila gumicsizmában, egy hülye sapkával, egy hülye kosztümben
pecázza ki a halakat, akik ugye a DC univerzumban a Aquamannek az alattvalói. És ezért kerül összetűzésbe az Aquamannel. Van konkrétan egy ilyen karakter, hogy Fisherman. Őt mikor fogom filmbe látni? És akkor ki fogja játszani? Akkor a Daredevilnek most van egy sikeres sorozata, és egy kurva kíváncsi vagyok, mert a Daredevil az például most megint átnyergeltünk, mert, és amúgy tök jó is, mert amúgy annól, amikor kommentbe írtam egy-két szar képregény sztorit, akkor mondtad, hogy erről kéne egy külön random talk show. Evezzünk akkor most elidem a keresztapát, hogy már a szellemírtókat már kibeszéltük. A Daredevilnek konkrétan, mint hogyha az lett volna az alapcél, hogy összegyűjtsék a lehető legszarabb képregény karakterötleteket, és azok legyenek a Daredevilnek az ellenségei. Szóval volt egy olyan ellenfel, akinek az volt a neve, hogy Leapfrog. Konkrétan egy ugró béka, egy béka ruhába volt, és úgy menekült a rendőrök meg a Daredevil elő, hogy ugrált. Ez full komolyan megtörtént. Akkor ott van a Stiltman, akinek egy ilyen hatalmas ilyen robotszerkója volt, gólyalábakkal, és meg az, hogy ilyen épületeket tudott átépkedni, és így gyorsabban tudott elmenekülni. Meg volt a maszkos matador, azt hiszem, és neki az volt a háttérsztoria konkrétan, hogy ő egy matador volt, és tudod, hogy a bika viadalnak mindig úgy van vége, hogy megölik a bikát, és levágják a szarvait. Igen. És ennek ellenére, mert fuck logic, ő azért lett kibaszva a szakmából, mert túl kegyetlen volt az állatokkal. És nem az, hogy elmegy valami más munkát keresni, vagy bármi, nem, ő bűnöző lesz, és csak és kizárólag a Daredevilnek az ellensége, és azt csinálta, hogy ilyen pénzes kocsikat rabolt ki azzal, hogy az út közepén állt, a piros kendővel, és hogy kikerüljék, mitől belemenjenek egy villanyoszlopba, és amíg mit tudom én, ők próbálják összeszedni magukat, addig ő kilopja a pénzt és elmegy. Neki konkrétan ez volt a bűncselekmény. Ez volt konkrétan a tökéletes bűntény. És hogy amikor a Daredevil egy vakember, neki is lóbálta jobbra-balra a piros kendőt, úgyhogy a Daredevil nem tudta, hogy mi a faszom az a piros, mert nem lát, és azt is tudta, hogy egy kendő van előtte. Szóval, hogy de abszolút, ja, és ráadásul, ami még poén, hogy a Daredevilnek szinte minden karakter, hogy ő szintén nem öl embert, ezek a karakterek általában úgy tűntek el, hogy ott a Punisher is megölte őket. Punisher az eltakarító ember a Marvelben, hogyha valami nagyon szar szuperhős van, akkor ön is megöli és kész. Nem kell több sztorit írni róla. Mondjuk a Punisherben egy ilyen nagyon képregény hű filmet megnéznék, amikor tényleg ilyen random gyökerek összejönnek és csak így gyilkol, megállás nélkül kibaszott sok embert megöl. A Punishernek nem is az a fasz a része, amikor bűnözőket gyilkol, mert hát az a normális, szóval neki az egy átlagos nap. Az a király, ugye legtöbb szuperhős szemszögéből a Punisher pont ugyanolyan bűnöző, mint a Punishernek a saját ellenfelei. És nagyon sokan, például Daredevil, Pókember, az X-menek vadásszák is a Punishert, meg megpróbálják legyőzni, meg ugye rendőr kézre adni, hogy ugye őt a önbíráskodásért lehessen csukni. És neki például a izével volt kurvasabb összetűzése a rozsomákkal, de viccesebbnél viccesebb amúgy, mert tudod, a rozsomák nem tud meghalni. Persze. És igazából mindig attól függ, hogy ki nyer, hogy kinek a neve van annak a bizonyos képregénynek a borítóján. Volt egyszer egy Punisher képregény, amiben úgy győzte le a rozsomákot a Punisher, hogy szó szerint szétlőtte a faszát meg a golyóit, és amíg azokat fájlalta, addig beszállt egy útengerbe és áthajtott rajta. De úgy, hogy konkrétan megállt az útengerrel a rozsomákon, hogy mire ő kiszedi magát onnan, kijut onnan, addigra a Punisher már rég messze lesz, és már nem lesz olyan erős a szaga, hogy a rozsomák a állatszerű szagával tudja követni. Igen. Viszont volt egy X-Men sztori is, amiben összetalálkoztak, és akkor meg a Punisher kalapácsot, baseball ütött, minden szart szétvert a rozsomáknak a fején, úgyhogy a rozsomák magasul leszarta, és kidobta egy ablakon a rozsomák a Punishert, és átkutatta a zsebeit, és tele volt, és nem is tudom, hogy ezt miért tették bele, fasság, tele volt a Punishernek a kabát zsebe ilyen félmeztelen izmos pasiknak a képeivel.
És akkor, hogy kérdezte, hogy most mégis mi a tököm ez, minden, és akkor a Punisher mondta neki, hogy gyanúsítottak, akiket vadászok. Persze, persze, én is ezt mondanám, és így fejhez dobált őket, és elment röhögve. Szóval miért kell kihozni azt belőle, hogy Punisher buzít? És úgy az? Nem, hát felesége volt meg gyereke. Hát jó, persze, sokak... George Michaelnek is. Jó, persze. Tehát, hogy... De nem de amúgy értem, a hivatalos koncentrum már szerint az, hogy a Punisher nem buzi. Hogy ezt abban az egy képregényben miért kellett belőle kihozni, azt nem tudom, de megtörtént. Szóval, hogy... Ezek szerint szó szerint lehet venni, hogy a képregények világában minden lehetséges. Csak én szerintem, szerintem annyi tudatmódosító szart használnak egy ilyen képregény megírásánál. Én már csak ezért is szeretek ezeknek utána olvasni, meg ezeket nyomon követni, mert tényleg az, hogy nem tervezik viccesre, nem akarják, hogy vicces legyen, nekik ez teljesen normális, és pont ez a vicces. Szóval, hogy a legnagyobb random fasságokat belerakják, és legkomolyabban. És ezt veszik az emberek pénzért. Ja, és persze azt sem felejtsük el, hogy ugye mindig attól, mert ugye persze van az, hogy van akinek van szuperképessége, valakinek nincs, de az, hogy mondjuk ki milyen erős, meg egy csatában mondjuk ki nyer, mindig csak és kizárólag egy dolog dönti el, hogy ki a népszerűbb. Szóval a Batman, meg a Joker is volt már az univerzum egyik legerősebb karaktere. Konkrétan volt egy olyan sztori, szerintem azt arról lehet, hogy páran hallottatok is, az Emperor Joker, amikor a Joker lett a legerősebb lény az univerzumban, és konkrétan a saját képére alkotta újra az univerzumot. És ennek az a háttérsztoria, hogy van amúgy egy iszonyat mindfuck Superman ellenség, a Mr. Mixyes Pitlick. Aha, jó. Igen, szóval már jól kezdődik a dolog, igen, és róla annyit kell tudni, hogy neki az a szuper képessége, hogy minden. Ezt most szó szerint így mondom, hogy ő az ötödik dimenzióból származik, ugye mi vagyunk a harmadik dimenzió, majd a 3D-ben van a mi világunk, és hogy mivel ő két dimenzióval fölöttünk van, ezért amikor ő átjön a mi világunkba, őt a mi univerzumunk nem korlátozza az ő képességébe. Szóval ő bármit akar megcsinálni, ő azt megcsinálja. Ha mondjuk téged egy seggi akar alakítani, aki mondjuk ketchupot fingik, akkor készülj fel, hogy az leszel. Szóval ő szó szerint ez, hogy neki határtalan képessége van, bármilyen beteg szarságot meg akar csinálni, azt megcsinálja. Egy dolog, hogy amikor elhúz innen, akkor minden visszamegy a régibe, mint ami se történt volna. És amúgy csak úgy lehet őt visszaküldeni, hogyha eléred, hogy kimondja, vagy leírja a saját nevét visszafelé. Úgy, hogy az a neve, hogy Mr. Mixyes Pitlick. Nem és könnyű. Sikerült? A Supermannek állandóan sikerült. Tudja, hogy hogyan lehet túljárni az eszém. De minden nem is az a lényeg. Fucking retard. Annyiról szól az Emperor Joker story, hogy gondolkodott azon a Mr. Pitlick, mert ugye nincs jobb dolga, mert unatkozik, mert mindenféle képessége van, hogy mit csinálna egy átlag ember az ő képességeinek az 1%-ával. Na most a végtelennek az 1%-a az szintén az, de mindegy, nem menjünk ebbe most bele. És valamiért pont a Jokert választotta ki mást. Jó választás. A Joker valahogy átbaszta, hogy az 1% helyett a 99,99%-át kapta meg. Mert a tök mindegy lett volna. Teljesen volt mindegy, igen. És konkrétan olyanokkal szórakozott a Joker, hogy fogta Kína teljes lakosságát, és kínai kajává változtatta őket. És megette őket egy dobozból. Vágod, mert az volt a poénak a lényege, hogy ő mindig is evett kínai kaját, de mindig is átbaszva érezte magát, mert sose volt benne kínai. És most ezért megeszi az összes kínait. Good ilyen job, fasz... mate. Igen. És ilyenek voltak benne, hogy a Batmant megállás nélkül egyre fantáziadúsabban ölte meg, aztán támasztotta föl, hogy megölhesse újra. De ezt nem tudom hány milliószor eljátszotta vele a történet során. Szerintem. És mindig egyre morbidabb halálokat talált ki neki, és konkrétan az egész univerzumra fenyegetést jelentett ez az Emperor Joker, és a Superman egyszer csak legyőzte. Ne kérdezd, hogyan. De elvileg az a háttérre, hogy a Superman elérte azt, hogy a Joker rájön, hogy nem tudja elpusztítani az univerzumot, mert azzal elpusztítaná a Batmant, viszont a Batmant nem akarja elpusztítani. És ezzel valahogy kijátszott, hogy a Mixyes Pitlick visszakapja a képességét, és ők visszacsináltak mindent.
És utána a Supermannek valahogy ki kellett törölni a Batmannek az emlékezeteit, mert a Batman annyira megsokkolta az a több millió, több milliárd halál, hogy nem tudott volna normálisan működni továbbra. Úgyhogy, na. Ez egy átlag DC storyline, na. És ezt imádják az emberek ennyire? Ezt nagyon. Ennél jobban minden. De konkrétan tényleg az egész univerzum majdnem megpusztult, azért mert a Joker viccelődött. Van normális képregény világ, amiben nincs ennyi elbaszás? Hát... Amilyen nagyobb, de itt a Dark Horse, vagy nem tudom, tehát, hogy... Nem, hát a Dark Horse-nak meg ugye ott van a Musk, aki szintén egy kurva elbaszott karakter, szóval az Lobo. Is... A Lobo az DC. Lobo az DC? Igen, az egy DC Dark Horse crossover volt, amire te gondolsz, hogy igen, a Lobo megkapja azt, ugye Lobo az egy... Szuperbűnöző. Hát nem szuperbűnöző, ő egy... Hirtelen akartam mondani, fejvadász. Uh-huh. És megkapja azt feladatul, hogy a maszkot kell elfognia, és kiderül, hogy aki éppen akkor használta a maszkot, az az ő jövőbeli más, aki valahogy visszajött az időbe. És konkrétan a Lobo legyőzi az a maszk által felerősített saját változatát, leveszi róla a maszkot, hogy ráfogassa, hogy ő a maszk, befesti a saját jövőbeli verziójának az arcát zöldre, és behatja érte a vérdíjat. Szóval a Lobo legyőz egy nála sokkal erősebb változatát saját magának, befesti az arcát zöldre, és behatja érte a pénzt. Gyakorlatilag saját magát adta le? Saját magánál erősebb változatot győzött le, és adta le. Igen. Zseniális. De a Lobónak messze nem az a legelbaszottabb dolga. Tudod, a Lobo az halhatatlan. Igen. De azt nem tudom, meséltem már neked, hogy hogy lett halhatatlan. Na. Hogy ő egyszer meghalt, és mivel ugye megállás nélkül gyilkolt, meg pusztított, meg minden, ezért a pokorra jutott, ahol az lett volna ugye a terv, hogy a démonok kínozzák, meg bántalmazzák az idők végezetéig. Egy dolog volt, hogy a Lobo erősebb volt, mint a démonok. Össze-vissza verte őket, kínoszta, üldözte őket, mert minden, nem bírtak vele a démonok, és a sátán megkérte Istent, hogy tegyék át Lobót a mennybe, hogy tegyenek vele egy kivételt. És belementek ebbe, Lobót az összes bűné jeleni rátették a mennybe, ott viszont az angyalokat kezdte elverni. És hát Istennek egyszer betett a pára, jó, elegem van, faszom, föltámasztalak és örök élet, soha többet nem jössz vissza. Úgyhogy Lobo szó szerint nem tud meghalni. Ki van tiltva a túlvilágról? Ki tiltatta magát a túlvilágról? Ez még Gogonakra sikerült. Igen. Ez konkrétan nem tudok még egy karaktert, akinek ez sikerült volna. És ráadásul régebben, amikor még sokkal OP-bb volt a Lobo, akkor még olyan képessége volt, ugye tudod, ő egy vércsebből, egy sejtből vissza regenerálja magát. Ezt régebben úgy oldották meg, hogyha mondjuk kifolyik a vére, akkor minden egyes vércsepp külön-külön visszaregenerálódik egy Lobóvá. Szóval egész hadseregek jöttek létre abból, hogy mondjuk, mit tudom én, megkarcolták a karját, vagy valami. Szóval teljes bolygókat foglalt el meg minden. És akkor elvileg volt egy olyan sztori, hogy meghódították az apokalipszist, ami a Darkseidnek a bolygója, és utána a Lobók nem tudták, hogy mi a fasz csinálnak, és csináltak egy ilyen halálra menő párbajt, hogy csak egy maradhat. Uh-huh. És a legerősebb Lobó, aki megölte az összes többit, az a mostani Lobó. Csak az a képesség, hogy minden egyes vércseppjéből lesz egy újabb Lobó, azt már elvették tőle, mert az kibaszott OP, most legyünk azzal őszinték. Nem, már csak az volt szebb, amikor a Deadpool megölte az egész Marvel univerzumot. Végigment minden egyes karakteren, pozitív és negatív karakteren, és mindenkit megölt. Ezek miért volt jó? Nem tudom. Jó. Szóval, hogy... Fair enough. Wow. De egészen elfáradtam ebből, hogy ezeket mind elmondtam, hallod? Na ezért nem olvasok képregényeket. Én pedig ezért, én pontosan ezért én szeretem ezeket, mert tényleg... Kell egy kis mindfuck az ember. Jó, mondjuk azért a mangákban is van egy-két nagyon elbaszott dolog, tehát ha csak a Grappler Bucky-ra gondolsz, hogy Oli, aki igen, annyira... nem szabad befeszíteni az izmait, mert különben beterítenék az egész bolygót. Nem, állandóan be van feszítve, és kiengednie nem az, igen, mert akkor igen. Annyi izma van az embernek, hogy beteríteni a bolygót, de szerintem valamelyik mafia... És még így sincs benne, hogy a top 10 legerősebb karakter,
Ő egy raklapszar karakter amúgy, de igen, szóval... Meg hát... Döbbenet. Az is. De még ilyen kis, nagyon aranyos kis ilyen... Ilyen nem annyira brutális mangák, mert a Kenichibe is emléksz, hogy annyira sok fasság volt abban is, hogy így nagyon szerettem azt a mangát, elolvastam mind az 500 nem tudom hány chapter ide a vége felé, mert annyira elbaszott volt minden, hogy így nem is értettem, hogy mi van a végén már ilyen, már nem is harcművészek ellen harcoltak a Kenichiék, hanem ilyen elit kivégző osztag ellen, akik már nem is puszta kezes harc volt, hanem már tényleg ilyen kardokkal, meg motorfűrészekkel, meg fasz tudja, mikkel mentek egymásnak, és így mi van? Tehát így... Én annál a pontnál, visszatérve a Bucky the Grappler, én annál a pontnál szerettem bele igazán a sorozatba, mikor a Bucky meg a Yujiro elkezdtek volna harcolni, és elkezdett remegni a föld. És Yujiro megütötte a földet, és a földrengés elállt. Bekussoltatta a bolygót, bazd meg. Visszarengette a földrengést a semmivel. Igen, szóval, hogy úgy tudja befolyásolni egy ütéssel a tektonikus lemezeket, hogy bekussoljanak, amikor ő harcolni akar. Szóval, hogy... Ja, meg eleve az, hogy puszta kézzel, mindenféle fegyver nélkül, mindenféle védőfelszerelés nélkül Yujiro egyedül nyerte meg a vietnámi háborút. Igen, szóval egyszerre, ez benne volt az animében is. Igen, egyszerre győzte le a vietnámiakat és az amerikaiakat, mert ő egyedül volt egy ilyen harmadik résztvevő fél, és konkrétan ő mindenkit, akit látott, azt ölt. Az amerikaiak azért vonultak ki Vietnámból, mert nem akartak több embert elveszíteni Yujiroval. És a végén megerőszakolták kanadai csajt. Igen, és abból lett a fiak, akit szintén megvert. Szóval igen. Akkor volt... Még annyit, ez szintén van ott az animében, hogy Yujiro annyira gondolsz, hogy a puszta jelenlétében elsorvadnak a virágok. Igen! Szóval nézi a virágot az ablakba és elhervad magát. Igen, és ilyen fekete ilyen füst, így a lélek így kiszáll belőle. Azon sírtam. Meg 18 Isten. Évesen bevonult Washingtonba és kapitulált neki Amerika. Igen. De Olinak is, azt hiszem az Oli is olyan, hogy nem szólják, nem tudják börtönbe zárni. Az Oliva, az úgy van, hogy ő börtönben van, de azért, mert ő börtönben akar lenni. És igen. Ő amikor ki akar jönni a börtönből, akkor őt kiengedik, és aztán majd valamikor visszamegy. Igen. És addig azt töl meg, akit akar. Szóval a Grappler Buck univerzumról azt kell tenni, hogy ott olyan erős élőlények szerepelnek, hogy igazából nincsen olyan fizikai anyag, ami képes őket megátolni abba, hogy egy területen maradjon. Igen, szóval azt mondja, hogy valaki rács mögött van, az egy technikalitás, az addig, ameddig ő ott akar lenni. Amikor ő ki akar jönni, akkor kijön. Hát az, amikor a Yujirót elaltatják, és bezárják abba a szuper biztos szobába, ilyen hatalmas vastag, 30-40 centis ízi ajtóval, egy pár ütéssel kiüti, és csak így lazán kisétál. Nem is az, hogy föl van baszva az agyon, hogy őt bezárták oda, vagy valami, hanem te, jó, most elmegyek sétálni. Majd valamikor visszajövök, basszus. Amúgy egyébként akkor győzték le egyszer Yujirót, amikor elaltatták. Belebasztak annyi altatót, amely egy kék bálnát megölt volna, vagy kiütött volna, ja. és egy 10-15 percig volt kiütve kb. Szintén benne volt az animében. Ja. Meg hát azzal akkor ez az ős szörnyel ott harcol, mert nem tudom, hogy szörnyű, tehát... Ott az, hogy tényleg azok a gyengébb karakterek, akik tényleg így a főhősökhöz képest így lófasz, azok is olyan félelmetesek, ott van az a nagy orosz. A Andrianov, Zagan, ja. Hogy hívták, ők konkrétan van egy ilyen hatalmas nagy szakadék valahol Szibéria kellős közepén, az ütötte ki a saját kezével. Így gyökerestül tépte ki a fákat, sziklákat vert szét, meg minden, meg ahogy tolta a telerakott bányakocsit, így széttört a sín, és utána ő tartotta meg az egészet, és cipelte fel a hegy tetejéig azt a kurva nagy bányakocsit, ez lehetett, hogy 2-3 tonna, bazd meg. Hát meg az őrült Yakuza vezér, nekem az volt meg a legjobb az animében, amikor eltöri a karját a... Igen, eltöri nem tudom hány helyen, vagy 8-10 helyen a saját karján, csak azért, hogy megmutassa, hogy ő egy karral is képes nyerni. Szóval ilyen típusú karakterek vannak benne, hogy hihetetlen. Meg amikor úgy tört el a boxolónak a kezét, hogy belefejelt az ütésébe. Igen. És ez meg így de nem is fájta, mert csak így meglepő. Tehát a boxolónak nem az első reakció, hogy fáj, vagy pánik, hanem így meglepődött, hogy basz meg, sikerült neki. És így... Basz meg, eltörtek az ujj. Igen, és így mutat, ez így fú, valami. Akkor, amikor kimozdítják a helyéről a Katsuminak a karját,
és visszateszi magának, csak az, hogy így előre lódik. Igen. Egyszer. Meg amikor meg van az a fasz, hogy az ereket pattintja el, tudod, és fú, bazd meg, az rosszul nézni, te Várjál, hirtelen akartam mondani, hogy Shinogi Kosho, azt amikor megküzdött a bátyával. Ja, ja, ja. És a bátyának ugyanúgy kivágja az ereit, és a bátya belenyúlt a saját sebeibe, és megigazította az ereket magának újjal, bazd meg. Nagyon durva. Nem abban az anébe be voltam, akkor olyan erős a fogás, hogy így szétrobbannak a... Azt a izét csinálta a... Hirtelen akartam mondani neki is a nevét, a Kuruhaniyama. Hogy megfogja két karral, szóval egyik kéz, mit tudom, van valahol az alkarodon, és mondjuk egy 30-40 centivel másikra, vagy szóval valamennyi, hogy van valamennyi távolság a két kezed között, igen, két helyen fogja meg, és két helyen annyira megszorítja, hogy középen szétpattannak az erek. Mindkét oldalról megy egy domás felé. Hát a konkrétan nézének úgy fejeződött be a karrierje, a box karrierje, a... Basszus, miért nem emlékszem a nevekkel, Yuri Csikavszki. Mm. Ez nem is volt már később a bunyokba. Jó karakter volt. Meg azért bírtam az Aikidós bácsit. Baszd meg, az egy mekkora pszichopata volt. Egy láb ujjal le tudott bénítani random embereket. Tehát ilyen harcművészeti lábát, így döbbenet. Tök aranyos, ilyen jófej bácsinak tűnt, meg hogy elrögcsinált, kegyetlen sorozatgyilkos volt, baszd meg. Megölte a saját mesterét. Igen. Meg hogy elvileg úgy győzött el nagyon sok embert, hogy kitépte a gerincüket a helyéről. Igen. De nem olyan Mortal Kombat stílusban, hogy a fejnél fog a fölfele, hanem hogy a hátába nyúl be, és úgy tépi ki a gerincet. Meg. Jó anime, nézzétek meg! Igen, akkor is, hogyha nem vagy top 18, tényleg nyugodtan ajánljunk bárkinek. Ez tipikusan az anime, a Bucky the Grappler, amitől kinő a szőr a mellkasodon. Mert tényleg annyira egy tesztoszteron party, hogy... Meg tényleg ilyenek, hogy ivott egy kortyvizet a meccs előtt, és azt nem nyelte le, hanem csak a szájába volt, és pont egy olyan nyomásponton ő köpte bele az ellenfelének a szemébe, hogy megteljenek könnyekkel a légutad, és megfulladja saját könnyeidbe. Szóval ilyenek voltak benne. Elmagyarázni sok, bazd meg. Ez olyan, mint a Dragon Ball, amit mondtunk az egyik videóban, hogy nyelvelőtt meg a General Buta az volt, hogy lehetett egyszer menni, az annyira priceless. Az a legepikebb moment ever. Tudod, mi volt még egy nagyon durva jelenet a Bucky the Grapplerben? Amikor volt a Yujiro-nak a tanítványa, igen. És ő küzdött meg a izével, a dopórocsival. Uh-huh. És ilyen, így volt valahogy ilyen karomba a keze az Orocsinak, és úgy baszta felülről fejen a csávót, hogy a ugye több csomból áll össze a koponya, hogy igen, azok a csontok szétjöjjenek. Szóval szétjött az embernek a koponyája, és megállás nélkül mindenhonnan ömlött a fejéből a vér. Az állkapcsa már nem volt a helyén, és konkrétan lógott az arcának az alsó fele valahol, így természetellenesen mélyen, igen, meg azt nagyon szétbasztott. És a Bucky azt a kínőharcot, ezt a végén, amikor így kitöri a nyakát, és így visszarántja utána. De magának csinálja. Magának, az... igen. Aj. És így lógott le a feje, mint a eltörő. Igen, szóval volt egy olyan pillanat, ugye tudni élik, hogy a Bucky-nak az apja Yujiro, ez most nagyon fura lesz nektek, aki nem láttátok az animét, de nézzétek meg, és akkor megértitek, hogy neki van egy olyan sajátossága, hogy neki a hátizma olyan formában van, mint hogyha egy démon mosolyogna. Mert őt megszállta egyszer egy ilyen harcdémon, mert olyan erősnek tartotta, hogy őt méltónak tartotta arra, hogy őt használja gazdatásnak, és ettől olyan iszonyatosan erős a Yujiro. Előtte is valószínűleg az volt, de azóta még. És ezt a Bucky megörökölte tőle a főhős, és annyira intenzív volt az a harcuk a Retsukaioval, a kínai kungfussal, hogy előjött ez belőle, és gonosz lett a Bucky egyik pillanatról a másikra, és majdnem teljesen kitörte a nyakát a faszinak, de úgy, hogy konkrétan tényleg már így hátul lógott, de nem így a hátánál volt konkrétan a feje az embernek, igen, és kézzel tette vissza a helyére. És úgy még utána folytatta a faszi a harcot.
És utána még egyszer így nyakon rúgta, és úgy visszaállt a, megint a hátához a feje, és úgy lett vége a harcnak. És a faszi túlélte, és amúgy teljesen felépült belőle lesz, ahogy... Nem az volt, amikor Kínában mutatták például, hogy volt az a fekete kurva, egy ilyen gömb, vagy nem tudom is csinálni, és elkezdett repedezni. A, nem tudom, hogy ezt mondja Petszét, de konkrétan az, hogy volt egy szikladarab, és ilyen vulkanikus kőzet gömbé rúgta meg, ütötte szét évek során a recukályozott sziklát. Szóval konkrétan az anyagnak a sűrűsége megváltozott. Szóval nem csak az, hogy formára, mint a többi, hanem konkrétan egy gömböt csinált belőle, ilyen gyöngyszerűt. De most vulkánikus követ csinált belőle, vaznak, olyan intenzíven ütötte. Jackhammer. Ja, aki megállás nélkül szteroidozott. Igen, és ilyen csont és bőrfaszi volt, és ez is ilyen teljesen idegbeteg volt. Emléksz, hogy mutatták, hogy így... Így tömte magába amikor a gyógyszereket. Amikor a brazil jiu-jitsussal harcolt. Ja. És tudod, így hátulról így megfogta, tudod, és ahogy tolta el fejtől, és látod, hogy egyre gyengébb rajta, tudod, a szorítás. Igen. És akkor be is hozták azt, hogy a brazil jiu-jitsusok még sosem kaptak ki olyantól, aki más harc, szóval egy brazil jiu-jitsus csak egy másik brazil jiu-jitsus győzheti le. És a Jack volt az első, aki nem abban a harcstílusban harcolt, és legyőzött egy olyan. Neki nem is volt olyan harcstílus, hogy csak ment és baszott szét minden igazából. Hát ő... De a legtöbb ilyen amúgy, tehát, hogy legtöbb vannak az erőemberek, akik tényleg csak arra hagyatkoznak, hogy iszonyatosan erősek, meg talán tényleg valamennyi harctudásuk van, ilyen például a Hanyama, ott van az orosz faszi, ott van a Jack, akkor vannak ezek a nagyon expertek, akik arra hagyatkoznak, hogy ilyen, tényleg ilyen ősi, több ezer éves trükköket is tudnak. Olyan volt például az aikidós faszi. De még a másik csoportban is beálltozik, akit akartam elhozni, akik szarát csalják magukat. Ilyen volt a pankrátoros faszi is, tudod, aki átbaszta az ellenfelét, hát, meg amikor volt egy pankrátor faszi, a Igari Kanjo, és ő harcolt a Bakival, és konkrétan valahonnan a semmiből előhalászott egy nőt, aki pont ugyanúgy néz ki, mint a Bakinak a halott anyja, csak azért, hogy elterelje a Bakinak a figyelmét a harcról, és utána agyba főbe veri, és még úgyis ki tudott kapni amúgy. És ha valami szexista, akkor ez a Baki meg külből egy női karakter van a kettő maximum az egész sorozatban. Ugye a Bakinak a barátnője, aki kb. 4 másodpercet szerepelt az egész sorozatban, illetve a... Az anyja, akinek meg megállás nélkül a csöcseit mutatták, szóval... Igen. Meg a izének a felesége, a Yujiro-nak, vagy nem tudom ki, hát az a vörös hajú. Ez volt az anyja? Az volt az anyja. Az anyja. És akkor a sárga, akkor, vagyis a izé... A szőke csaj, akit megerőszakolt, meg a Jack volt az anyja. Mi? Ott nem lett gyereke, nem? Csak terve baszta. Hát az a Jacknek az anyja. Ja tényleg? Ja, és akkor a Jack meg a Bucky meg testvére. Ja jó, oké. Igen, ez volt pont a lényege, hogy ők fél testvérek, és a bajnokság végén derült ki. Most tényleg szerintem van neki ott ül, és így nem értik, hogy mi a fasz. Nem baj, az a jó. Szóval a lényeg, hogy ez annyira egy szeretem, női karakter volt az animében is. Amúgy egyébként én bírom azokat a beszélgetéseket, amikor van egy film, vagy egy sorozat, amit én nem nézek, vagy nem tudok róla, és két ember igen, és beszélnek róla úgy, hogy nekem fingom nincs az egészről. És csak próbálod követni az eseményeket, meg ki mit mond, meg ki mit csinált, és... Nem vágod. És ezek de ezek azért jobb, ezek jobban fölkeltik az ember figyelmét. A Kenichiben, ami nekem nagyon legdöbbentő volt, és ez sokáig nem vette észre szerintem a legtöbb ember, hogy a Kenichi anime, vagy a manga, az, ahogy mondjam, reális időben játszódott. De úgy reális időben, hogy az idő is úgy telt, mintha tényleg telt volna rendesen. Mm. Tehát amikor kijöttek az utolsó chapterök, akkor a Kenichi még mindig Super Nintendo-val játszott. Tehát így tök jó volt, amikor már rég PS3 volt, meg nem tudom, egyetemista voltam, és Kenichi még mindig ott nyomta a SNES kontrollert, meg nem tudom. Az is egy nagyon jó manga, ezt kicsit visszafogottam, de ott is rengeteg fasság volt, de ott nem volt ennyire nagyon sok fasság benne. Tehát volt egy-két ilyen random izé, hogy ott is volt ilyen tournament saga, és ott is voltak ilyen brazil capoeirások, akik ott edzettek, és akkor ilyen fura fekete gömbbel edzettek, és akkor azt hitték, hogy focilabda, nem tudom, és kiderült, hogy valami tömör acélgolyó, és úgy rontosták, mint ez, és nyilván persze bazd meg, szóval. Tényleg csak, de ez is egy-két képkocka volt, de... Meg ott a izének, a Miu-nak az apja volt az, aki ilyen legendás volt, és ő gyakorlatilag abban az univerzumban olyan volt, mint a Yujiro a Grappler Rock univerzumban, hogy így ilyen kontinenseket ugrott át, meg nem tudom. Tehát, hogy így nem, tehát nála gyorsabb élőlény, meg erősebb élőlény nem volt. Tehát
Ó, basszus, tudod, mi volt egy nagyon durva dolog, amit a Yujiro csinált? No. Akkor volt az a faszi, akinek a helyét oda akart adni a tanítványának, és kettét konkrétan így félbehajtotta az ember gerinctől. Igen, igen. Szóval megfogta a két vállát a szerencsétlen faszinak, és addig hajtotta vissza, míg el nem tört a gerinc. És konkrétan tényleg ugye a válla a bokájánál volt az embernek. Szóval félbehajt, és ő fogalmazott így, hogy félbehajtotta, mint egy borítékot. Igen, igen, így volt benne konkrétan a sorozatban. A manga állítólag még durvább, és az, tehát az anime az csak nagyon kis szeretét dolgozza fel a Pak univerzumnak, és a manga még brutálisabb, tehát ott tényleg olyanok vannak, hogy egymás szájába tömködik a kézigránátokat, és fölrobbantják, és utána harcolnak maga, de az nem lehet letölteni, sajnos nem láttam. Magában a mangában, ami már tovább megy az eseményeken, abban volt egy ősember, azt mondta, hogy Pickle. És ilyenek, konkrétan ilyenek vannak benne, hogy volt a Retsukájó, akinek a Baki majdnem eltörte a nyakát, igen. Aki magának állította vissza, de aki amúgy képes pár ilyen kis súlyintással lyukakat ütni amúgy a falba, de tökéletes kör alakú lyukakat, neki tépte le a lábát, vagy valami ilyes. Viszont konkrétan, mert tényleg ilyen csonkítások voltak. Persze, az igen, ezt elfelejtettem mondani, hogy a csonkítások azok rendszeresek. Tehát volt az a kannibál harcos, ugye eleve a tornalan szagában, hogy beleharapott random emberek. A Jack csinálta azt a izélet. Ja, ő is csinálta, igen. Tehát így. Ugye a végén már tudom, tényleg olyanok vannak, hogy ott leszakadnak testrészek, hát hogy kitépik egymást. Volt a Koruyama, az igazából ő, igazából csak a sztori legesleg elején számított erősnek, de volt egy nagy momentum, hogy volt egy olyan szaga, hogy ilyen veszélyes bűnözők szöktek ki a shitről, de tényleg ugye a föld legerősebb harcosai közül, akik ilyen bűnözők, és az egyiket ő állította meg, de úgy, hogy kitépette egy villanyoszlopot a földből, és azzal döngölte bele a fejét a betonba. És konkrétan úgy, hogy mindenhonnan folyt a Korunak a testéből a vér, tele volt sebb helyekkel, mert minden, és hogy üvöltözött neki, hogy most nem felejted el, hogy ki az a Koruhaniyama? De úgy, hogy konkrétan még lyukak voltak az arcába, mert pisztolygolyókat nyomotta. Pisztolygolyókat tett a szájába a Korunak, és utána behúzott neki egyet, hogy a pisztolygolyók fölrobbanjanak a szájában. Igen, és lyukak voltak az arcában, és még akkor is ment tovább, és akkor is harcolt, és ő nyert, bazd meg. És ez a másik híres dolog a grapplerbe, hogy nincs vége. Tehát addig nincs vége, meg az egyik meg nem döglik a picsába, hogy tényleg olyan harcolt. Igen, mert a becsület, bazd meg. Ameddig valaki eszméleténél van, addig harcolt. De ahogy már bemutatták, hogy akkor a pakli kártyából kitép egy ilyen szeletet, bazd meg. Kurva lajban. És úgy néz ki. De az a durva, hogy amikor megfogta a faszi kezében a pakli kártyát, szorította csak két ujjal, és utána pofárukta a faszit, és az ő kezében maradt a pakli, és utána még ugyanabból a helyzetből két ujjal tépett ki egy darabot az egész pakliból. De úgyhogy minden egyes lapnak pont ugyanaz a kicsi darabja. Igen, mint tényleg egy ilyen, mint ahogy tartotta, az úgy hiányzott igen, volna körülbelül. És a Konohamaráról még azt kell tudni, hogy úgy néz ki, mintha ilyen minimum 50 éves lenne, de mondjuk 16 vagy mennyi vagy ilyen. 15 a sztori elején, és ilyen amikor a bajnokság megy, akkor 18 vagy 20 igen. éves. De tényleg 15 évesen már konkrétan egy jó 40-nek, 50-nek kinéz. És mert magas, meg ilyen tényleg ilyen szörnyetekszerű konkrétan. Tehát nem mindegy ember. Gnóm, igen. Van a Jaws. Az egy James Bond karakter volt, egy ilyen óriás faszi, akinek acélfogai igen, vannak. Igen. Nagyjából olyan a Koruhaniyama, csak az acélfogak nélkül. Nagyjából ittom ő. Még mutatják a gyerekkorát, hogy kiskorában voltak olyan tárgyak, amiket nem tudott megfogni, mert egyszerűen széttört. Tehát amikor az üveget kinyitotta és így a kezében maradt igen, a felem, igen. Nem tudom. Meg nem tudott úgy kinyitni egy ajtót, hogy ne korpassza magát a fém izét. És ez egy 4-5 éves korában csinálta a gyerek, tehát hogy... meg az a félbehajtott pénzérme. Ja, igen. Valami 10 éves korában hagyott ott a Yakuza vezérnél, szuvenírként. Igen. Nagyon igen. Durva. A Yujiroba azt bírtam nagyon, hogy pontosan tudta amúgy, hogy ő a legerősebb ember a Földön. És senki. Pontosan, hogy neki nagyon durva sztálőrjei voltak ő. Konkrétan furikáztatta magát az amerikai légierővel, vadászgéppel vitték, ahova ő akart menni, vagy helikopterrel. Őt konkrétan volt olyan, hogy kivitték az északi sarkra, csak azért,
hogy jegesmedvékkel tudjon gyakorolni. Igen. Kinézte magának a legnagyobb, legerősebb jegesmedvét, és megölte, és utána visszaszállt a helikopterbe, és elhúztak a picsába. És ez ilyen csicskás, ugye idas, vagy ilyen zöldsapkás, ilyen elit kommandós. Igen, a Strident kapitány, aki tényleg ilyen iszonyatosan ő is ilyen nagy darab izmos legény volt, és ő volt a sofőrje, meg a komornyi. Igen, és így látod, hogy akárszor itt a közében volt, hogy összeszólt szarva mindig, hogy úristen, csak nehogy valami rosszat csinálja. Mert... Az a durva, hogy ez csak a mangában volt benne, hogy volt egyszer egy nagy esemény, ahova ilyen, ugye minden elit ember, minden, aki nagyon fontos, mert nagyon minden, meg volt hívva, és a Yujiro meg volt hívva, és a Yujiro csak azzal a feltétellel megy el, úgyhogy nem is bassza el a partit, meg nem öl meg senkit, hogy George Bush, az Amerikai Egyesült Államok akkori elnöke, vezeti a limuzinját. Ez viccen kívül megtörtént a mangába, és George Bush volt a Yujiro-nak a limuzin sofőrje. Szóval te vagy a világ egyik legnagyobb államnak a vezetője, és te csicskulsz egy másik embernek. Aki sőt, igazából Obama is benne volt a mangában. Obama is benne volt később a mangában, de ez konkrétan még igen. A Bush időszakban volt. Hogy konkrétan tényleg az Amerikai Egyesült Államok elnöke rákényszerült arra, hogy furikázza Yujirót, mert Yujiro ezt viccesnek tartotta. És amúgy tényleg az. Szóval, hogy igen. Ha jelenik tényleg a videó... Van humora amúgy Yujirónak. Igen, iszonyat humora van amúgy. Szóval, hogy nagyon morbid, nagyon de van. Gonosz, de igen, érzi a dolgoknak az iróniáját. Szóval, hogy... ja. Én nem is feltétlenül tartom gonosznak, függetlenül attól tényleg, hogy a növények elhervadnak a közelében. Ő tényleg csak tudja, hogy ő a legerősebb, és ő ezt kielvezi, meg kihasználja. Igazából bármikor elpusztíthatná az egész bolygót, teljesen mérségen együtt. Kiirthatna bárkit. Kiirthatna bárkit, de nem teszi. Mert viccesebb úgy, hogy mindenki fosik tőle. Igen. Sőt, akik a hadseregek, meg a nagyon fontos emberek, azok félnek tőle. A kis emberek pedig azt se tudják, hogy ő létezik, és szerintem ez a még nagyobb poén neki, hogy megállás nélkül veszélyben élnek, és nem is tudnak róla. Igen. És Yujiro ezzel a tudattal él, és ez neki kurvára tetszik. Akkor ott van az a, ott volt az íjász faszi, aki konkrétan olyan erőseket tudott lőni azzal a nagy íjjal, hogy konkrétan átlőtt keresztbe a szarvason. Igen. És ő se tudta megölni az íjjal. Megállította konkrétan, mielőtt kijött volna az izéből, az íjból, basszus. Voltak jó dolgok. Mondom, a sorozat úgy fejeződött be, hogy Yujiro nyer. Szóval, hogy nem tudsz erre mit mondani. Szóval mindig az van, hogy nagyon sokáig elhúzódik, de a jó karakter, a főhős végül elnyeri a jutalmát, legyőzi a gonoszt és boldogan él, hogy meg nem hal. A Bucky the Grapplernek úgy kellett végződni, hogy ők kibékülnek, csak azért, hogy happy end legyen a vége, mert szerintem a készítők is úgy döntöttek, hogy nem lenne hihető, hogyha Yujiro vesztene. Igen. Mert nem tud. És úgy van megírva a karakter, hogy az ő univerzumán belül nem tud veszíteni. Persze vannak erősebb fiktív karakterek, Superman elpicsázná meg bármi, de az ő univerzumában ő annyira numero uno, annyira tényleg egy mítosza van egy annak, ultra hogy igen, hogy őt tényleg seregek próbálták kipusztítani, és nem tud. Ő szó szerint a természet válasza az atombombára. Így jellemezte magát. Így jellemezi a sztori. Igen. Szóval, hogy ő tényleg a természet, meg tényleg a démoni erőnek egy olyan egyvelege, hogy nem lehet legyőzni. Tényleg nincs ember, sem Isten, sem természetnek a bármilyen erői, amik velük tudnának arra kerekedni. Bizony. Úgyhogy... Mindegy, nézzetek Bucky the Grappler-t, sose fogjátok megbánni, én biztosan nem bántam meg. Én sem, de ezt nekem még te mutattad. Igen. Én még neked szereztem be, mert megláttam, és nagyon beat-em-up-osnak tűnt az első része. Tudod, úgy kezdődik az anime, hogy áll a nagyon fiatal Bucky. Igen, 13 éves Bucky, bemegy egy ilyen sikátorba, és körülállják, vagy 150-en, és folyamatosan szétbasszol őket. Pont 100-an vannak. Százan plusz a vezető, és a Bucky addig harcol, ameddig ki nem ütik, és 37-et győz le. Igen. És ikezdődik amikor föl kell, és ezt elmondják neki, akkor azon kezd el sajnálkozni, hogy nem tudott 50-et. Ja.
És utána hazamegy, és totál depresszióban van, hogy az apja 5 perc alatt meg tudta volna ezt az egészet csinálni. Amúgy egyébként nem lett volna szerintem 5 perc, az szerintem egy perc alatt. Sem. Igen. Semmi, tehát azok a csírák, az ők semmi, az nulla. Másodpercek alatt rendezte volna a helyzetet. De persze a One Punch Man meg minden, de a numero uno most melliest anime az a Grappler Baki ever. Meg voltak abban nagyon szívszorító pillanatok, amikor tudod, volt az a... Ezen a ponton már nem az a szörny az erdőben, a Yashamajom. Ja. Akivel összebarátkozott a Baki, miután legyőzte. Mutatja a koponyáját neki. Konkrétan megöli a Yujiro azt a majmot. Külön csak azért elmegy az erdőbe, hogy megölje azt a majmot, hogy bizonyítson valamit a Bakinak. Kézzel fogva konkrétan kihúzza az erdőből, elviszi a gyereknek a levágott fejét, mi még egy 13 éves gyerekről beszélünk, elviszi a gyereknek a levágott fejét a majomnak, és oda dobja felé, és félúton szétrúgja, hogy a húszszafatok, a vér, a minden kis darabok menjenek a gyereknek az arcába, igen, és belerőg utána a pofájába, bazd meg. Ne, a barátom volt, gyenge volt, és ilyenkezdve volt. Igen, ez annyira jól jelenti a Yujiro-t, de ez tényleg így van. No, he was my friend, he was weak. És furaja az angol szívó benne amúgy. És tényleg dől erőre a röhögést, mert annyira nem bírja ki, basszus. Többet röhög az animében, mint amennyit ideges a Yujiro, az biztos. Te tényleg ez a... Tényleg élvezi bazzeg, én látom az arca, hogy itt a karácsony játékot kapott volna. Igen, végre kibaszhattam a fiammal, basszus. Ja. És utána megfenyegeti, hogy egy hónap múlva harcolnak, és hogyha veszít, akkor kitagadja. Szóval így végződik. Tökéletes apa-fia kapcsolat. Ez az anime, igen. Ja, és utána legyőzi, kitagadja, és még megviseli az anyját. Ja, igen, de az volt az. De ez egy bónusz ráadás, ezt nem ígérte meg, azt csak megtette. Az volt a meglepetés, a vége fűtő utáni. Azt amúgy nem is akarta megcsinálni, azt a Emi provokálta ki magának, mert föltámadtak az anyai ösztönök, és jártam. 50 év, vagy nem tudom mennyi év után, hogy így, ja, lehet, hogy kicsit kibasztam mindenki. De hallod, de az is mondjuk az annyira morbid volt, hogy konkrétan áttüleli, és egy picit jobban elkezdi szorítani, és eltöri a gerincét. Igen. Szóval, hogy tényleg, tényleg csak át akarná ölelni, és kurvára. Mindegy, nézzetek Bucky the Grappler-t. Igen, az figyelj, is. Mi másról beszélünk még? Vagy beszélünk még? Hát figyelj, milyen téma van még ötleted, amilyen el... Most, ha akkor maradjunk a anime képregény manga vonalon, és ilyen elbaszott dolgokról, hogyha van még. Már most egy órája megy, de még mehet szerintem. Nem tudom, mi az, ami még lehet. Az a baj, nem feltétlenül baj, mert nekem nem feltétlenül hiányzik, de én kurva rég nem láttam animét. Úgyhogy ebben inkább főleg te tudnál érvelni. Á, most én ilyen nagyon mellé, meg ilyen elbaszott cuccot most, nem tudom, most... Á, volt az I Wanna Be The Strongest, de az nagyon szar volt, az egy ilyen... Úgy volt időben, ami legilyen viccesebből mellé dolog, amit néztünk együtt, az a Kong Fury volt. Ja. Arról beszéltünk már egyáltalán? Volt Pokémon alatt, még beszéltünk. Megvan a soundtrack, Bakeliten, kurvasokat ér. Valamorosan küldik a Blu-ray-t is, mert én azt még előrendeltem Kickstarteren. A háttérsztoriát bírom, hogy harcolt egy kung fu mesterrel a sikátorba, és egyszer csak egyik pillanatra másikra belecsapott egy villám, és megmaradt egy kobra. De hogy került oda a kobra, az sose derül ki. És konkrétan utána belerogja a kungfus faszit egy ilyen üzemanyag szállító kamionba, igen, és úgy, hogy terpezben érkezik, de ilyen spárgába érkezik meg a földön. Igen. Zseniális. A végén, amikor harcol a nácikkal, az tényleg úgy volt, hogy az összes náci külön-külön az a faszi volt. Úgy tudom, igen. Még a háttérben is. Zseniális, basszus. Ezt nem tudom, hogy mennyi munka lehetett azt fölvenni, hallod. Basszus. Gyakorlatilag az egész, sőt, szó szerint green screen-et csináltak az egész film. De ezért lett fél óra is, nem több, mert egyszerűen így is kurva sok meló volt. És amúgy ez is mutatja most így off, hogy így hol vannak így a kultúrák közti közösséget, hogy ezt a svéd állam támogatta ezt a filmet, és az ő segítségükkel vitték ki Kámba. Kámba versenyfilm volt a Kung Fury. De hogy főleg ugye YouTube-ra készült a film, csak ugye persze kiadták limitált példányszámon meg minden, de ahhoz képest azért nézd meg, hogy van a
I Hate Everything-nek. Igen. Az a sorozat, hogy The Search for the Worst, amikor az IMDb-n a legszarabb filmeket keresi meg, megnézi meg és fikázza ki, hogy azok DVD kiadás, azokat konkrétan ilyen célra készítették azokat a filmeket, hogy, hogy moziba kerüljön, meg DVD-re, meg minden, hogy milyen minőségtelen szarmunkákat csinálnak így, hogy tényleg, hogy pénz legyen belőle, ezt meg tényleg YouTube-ra csinálták, és ez meg milyen kurva jó lett. És igen, meg lehet nézni a mai napig. Igen. Tehát, hogy... Én abban bízok, hogy ez lesz a jövő, és nem a Ghostbusters. Igen. Vagy így... Wow, de jól visszacsatolsz basszus a beszélgetés elejére. De nem. Wow. Most bepótolod azt, hogy ott a szellemírtókos részt, akkor én semmit nem szóltam. Én nem láttam, én nagyon nem... Nekem a szellemírtók tím az bejön, hallgattál, de... próbáltad, hogy eljussunk a Kung Fury-ig. Kiváltam, és... Pak! Ezzel az egyhez a lehetőség, és... visszacsatolás a kurva élet. Igen. De tényleg, ha belegondolsz, a Kung Fury az mindennek az ellentét, ami most van Hollywoodban. Crowdfundinggal csináltak egy filmet, amit bárki megnézhet. Ingyen, kulturális... Nem remake, nem reboot. Igen, teljesen új alapötlet. Amit persze mindenhonnan össze-vissza szedegettek, persze. De legalább a végeredmény az teljesen eredeti. Igen, modern, ismeretlen filmesek, igényes munkát csináltak, és van szíve, lelke, amivel tudnak az emberek azonosulni. Meg tényleg nem kell komolyan vennünk magunkat, nem kell drámát csinálni belőle. A Kung Fury is arról szól, hogy egy 80-as évekbeli rendőr megküzd Hitlerrel, de úgy, hogy egyszer túl messzire megy vissza az időbe, és dinoszauruszoktól, lézer dinoszauruszoktól menti meg egy minigános csaj, aki óriás farkason lovagol, és utána Thor juttatja vissza az időbe. Hogy aztán ezek így együtt szétbasszák a náci hadsereget. Igen. Szóval, hogy az egész filmnek konkrétan semmi értelme nincs, viszont minden egyes pillanat a kincs. Igen. Szóval, hogy... Nagyon várom, hogy megkapjam a Blu-ray-t. Sajnálom, nem fog összejönni az a kiadás, amit elterveztünk ott a komment szekcióban Kickstarteren, hogy eredetileg az lett volna az ötlet, hogy a felvetésünk, hogy a Blu-ray az egy VHS dobozban jöjjön, de azt lehet, hogy nem fogják megcsinálni, mert már így is kicsúsztak az időből szegények. Ez egyetlen egy cucc, amivel még lógnak, de tény, hogy nagyon sok munkát fektettek bele, és annyira aranyosak, hogy annyira jól kommunikálnak az emberekkel, hogy tényleg velünk, akik én például, akik adakozta a Kickstarter, hogy létrejön a film, ezek az emberek mindent megosztottak, tehát ők csináltak Adobe After Effects tutoriálokat, megmutatták, hogy mit, hogyan csináltunk a filmbe, és hogyha te is akarod, akkor csináld meg ezt nyugodtan. És nem a lelkesek, meg minden. Szóval meg tényleg visszahozták ezt egy picit tényleg a 80-as évből, hogy one-linerek, meg minden. Igen. Amikor a két német katona, akik veszekednek azon, amelyiknek szarabb a bajusza. Egyik legjobb párbeszéd ever. Igen, amúgy ez egy kurva nagy párbeszéd, és ezt úgy zárja le a film, hogy a Kung Fury fog egy tankot, és agyonüti a tankkal mind a kettőt egyszerre, és te azt mondja, hogy thank you. Nem lehet nem imádni a Kung Fury. Az a legjobb, hogy már nem lehet megvenni sajnos úgy tudom, mert nagyon, azt hiszem pár nap alatt elkopkodták a Bakelit kiadását a Kung Fury-nak, az OST-nek. Az OST úgy van megcsinálva, hogy a Liner Notes-ban, tehát amiben belerakod a Bakelitet, papírcsomag, abban rá van írva a teljes filmnek a szkriptje, az összes szöveg meg minden, úgyhogy nagyon büszkék voltak a one-linerekre, ez is mutatja. És tényleg jók lettek, hogy ez a thank you, az nem a fárasztó. Meg az, ami nagyon tetszett, és nagyon alul értékelt szerintem a filmbe, az a 80-as évbeli cartoon, amikor visszamegy, annyira retro, amikor, az annyira jól megcsinálták. Megjelenik az a kobra, és befeszíti a seggizbe. Az annyira rossz. Nekem úgy az egyik kedvenc jelenetem az egész filmben, amikor így a nagyon-nagyon régi múltból megy át a náci Németország idejébe, és akkor tudod, nem akar elbúcsúzni a Barbariánától, és megadja neki a telefonszámát, és ad neki egy telefont. És elmagyarázza, hogy ez mire szól, hogyan működik. És egy nagyon reklám ilyen. És igen, és utána bemegy az ilyen időportációs izébe, és látszik, hogy a csajon, hogy kurvára semmit nem fogott föl belőle, mert így fogja azt a készüléket, hogy azt tudja, hogy mi a faszom az, és így néz a semmi, hogy most ezzel mi a fasz csinált? A Barbarian amúgy a Kung Fury-nak a barátnője, tehát új körülött a feltételeztem, igen, persze. Igen. Meg az a Thor is, tehát mindenki svéd volt a Hitleren kívül a filmben, hogy Hitler az valami amerikai komikus volt, de ő is jó karakter, hogy hát csak vicceltem, meg íze. Főjében a rendőrséget,
is this the police? Yes, és belelő a telefonba, és a másik oldal meg a telefonból jönnek ki a golyók, és lövi a rendőröket vele, basszus. Hihetetlen. Triceracop. Kung Fu DNA. Kung Führer. Kung Führer. A játékkal nem játszottam. Kung Fu Master of Hunter. De kibre vehetjük majd. Ja, ez egy jó kis beat-em-up játéknak tűnik a játék, amit csináltak belőle. Jó, beszéltünk a Kung Fury-ről is. Annyi dologról beszéltünk már, amiről nem is terveztünk beszélni. Ez egy random talk show neve, de hogy ezt annak kitaláltam, most ciki lenne, nem tudom mi lenne a neve. Ilyen nagyon exakt valami dolog. Hát ez sem volt nagyon exakt dolog, mert ami csak az eszünkbe jutott, mindenről beszéltünk. Persze, azért mondom, hogy ezért jó, hogy nem exakt címet adtam, ami exakt dologra utal, hogy ilyen nagyon egyszer, be van izé. De megvan a másik dolog, ha majd egyszer tényleg külön előtte elhatározzuk, hogy miről akarunk beszélni, és csak arról, akkor majd azt hiszem, hogy exact talk show. Exact talk show, ja. Hoppá! Spin-off! Igen, lehetne spin-off sorozat, ja. Jó van. Oké, ezt szerintem össze is rágom majd, akkor aztán majd valamikor kilőm a manetre. Life of Pixelnek vége, hamarosan jön az új szóló. Ja, én meg hát otthon elkezdtem, hogy az a durva amúgy, Sid Meier's Pirates az régebben annyira egyszerű volt, hogy konkrétan bealudtam rajta. Most elkezdtem gyakorolni, hogy majd valamikor én is be akarok szervelni egy mikrofont, és talán majd valami szóló projektszerűség lesz belőle, szopat a játék, ahol tud. De konkrétan tényleg úgy, hogy megyek kikötőre, semmi legénységet nem tudok fölvenni, ilyen 40-50 emberem van, és minden hajó, amit meg akarok támadni, az ilyen legalább 160-200 van rajta. Ez ilyen Mission Impossible az egész játék. Mindegy, gyakorlok, aztán majd egyszer majd talán lesz belőle valami, nem ígérek semmit, de majd meglátjuk. Jó. Nem tudjuk, hogy milyen lesz az akusztika, mert ez az első ez felvétel. Ez az első felvétel, ami a Bencének az új kecójába készült, úgyhogy... Itt még gameplayt nem is tudunk fölvenni, itt még csak tényleg mikrofonnal tudunk szöveget fölvenni. Ezért is örültem neki, hogy most ezt vettük föl, mert nekem nem kellett elhúznom a város másik végébe, hála. Bár van egy számítógép, csak még kell hozzá billentyűzet, és most vagyok billentyűzetet. Most tényleg azért vegyek egy billentyűzetet, hogy nem tudom... Hát vagy a másik az hozd el, aztán a billentyűzet az... De az legalább belefér a táskádba a billentyűzet, az egy hordozható dolog. Tudom, tiszta vagyok vele. Apropó hordozható, volt megint egy kis időm vandertrédezni, és van egy Pokémon, a Volcanion, ami... Ezt miért csak... a Monster Rancherben mondod, de amikor úgyis ott minden Pokémonos. Mert már Master Rancher az Master Rancher. Csak azért szoktam mondani a Pokémonos dolgokat is benne, mert by the way, csak hogyha most random talk show van, akkor random talk show van. Szóval van a Volcanion, az egy tűz-víz típus kombo, az leges-leges ilyen alkalom, hogy a két típust összekombinálták, és ez a Pokémon még csak Japánban jelent meg, és jött egy Wandertrade-en. Úgyhogy... Nekem egy picit hamarabb lett, mint a legtöbb embernek, hála az égnek. Nekem is van egy jó sztorim, ugye mondtam, hogy fenn vagyok Twitteren, páron ti is fenn vagytok nézők, és láttam, hogy a Bia az kirakott egy ilyen képet, hogy olyan ilyen Facebookos hülyeség jellegű, hogy lájkod be ezt az oldalt, csak generál neked az idéd alapján egy Pokémont a klasszikus 150-ben, és akkor melyik vagy te. És akkor Bia megcsinálta, és neki a Ratata jött ki. és mondom, patkány. És igen, hogy of course a Ratata, hogy valami ilyesmit kiírt. És mondom, van meg én is kipróbálom ezt, és akkor elfogadtam az applikációt, és nekem Pikachu jött ki! Úgyhogy aki abszolút nem ért a Pokémonhoz, annak jött ki a Pikachu. Mert az egy, mert konkrétan az egy Pokémon, ami mindenki tud. Igen. Szóval sokan, akik nem tudják, hogy mi a neve, szóval mit, szülők, nagyszülők, nagyon sokszor hallottam már, hogy nem tudják, hogy mi a tököm az a Pokémon, és úgy hívják a sorozatot, hogy Pikachu. Igen. It's a Pikachu! Mint ahogy én egy kiskoromban Tomb Raider-nek hírtam a Lara Croftot. Igen. Ezt sokan csinálták, mert annyira hozzászoksz a Mario, meg Crash Bandicoot, meg Spyro, meg ilyetőben, hogy Zelda, amit látsz a címbe, az a karakternek a neve. Igen. Én, nekem például ez volt a GTA 3-mal, hogy ugye az első szigeten, ott ahol van a safe house, ahol tudsz menteni, meg ahol el tudsz tenni egy kocsit, ott ki van téve egy ilyen reklámtávol, hogy Eddie's garázs van, nem tudom, és azt hittem, hogy Eddie-nek hívják a karakteredet.
Mondjuk az spoiler lett volna. De akkor unokatásom mindenki Eddie-nek hívta. De érdekes. Meg volt egy volt osztálytársam, aki a Vice City-vel játszott először, és utána GTA 3-mal, és nem kötötte össze, hogy az egyik 2001-ben játszott, a másik meg 86-ba, és azt hitte, hogy a GTA 3-nak is a Tommy Vercetti a főhőse. Mert hogy annyira hasonlítanak, kurvára hasonlítanak, de mindegy. Mindegy. Vannak ilyenek. Miki boldog lehetsz, mert a San Andreas speedrun community az így egyik pillanat a másik, hogy így szétnőtt hatalmasra. Úgyhogy, ja, és csomóan elkezdtek újra San Andreas hozni. Wow. A Sid Meier's Pirates-ből meg egész eddig nem volt speedrun, egy gyerek kezdett el speedrunozni. És az első ideje az valami 1 óra 38 perc volt, és a legutóbbi az már 27 perc valamennyi. Az igen. Rengeteget tudott rajta faragni. Ott az az any percent, hogy a játéknak a főgonoszát, a Montalbát legyőződ, semmi más feladatot nem, nem kell megcsinálnod, és amint őt legyőzted, be se kell fejezni a játékot, meg kreditcik se kell jutni, addig számít az idő. Aha. Hogy amint őt megölted, akkor kész, vége a játéknak. Zsír. És mondom, olyan kis rövidítéseket talált ki, hogy több mint egy órát spórolt már az első idejéből. Elvileg most ez a világrekord pusztán azért, mert csak ő speedrunozik belőle. Igen, és gondoltam, hogy Alfred Chickenből szeretnék speedrun csinálni, de most tudom, hogy azért kérdezni. Jó egy ilyen játék, amiből még senki sem speedrunozik, mert teljesen mindegy, hogy miért teljesítesz, te vagy a rekorder. Ja. Vagy csak kitalálsz egy olyan játék, mint a GTA, egy ilyen random szabály, hogy mit tudom én, csak a csomagokat veszed föl, semmi más. Konkrétan a Sid Meier's Pirates-be a gyerek csak any percent-be játszik, viszont ki van találva, szerintem ő talált ki egy csomó másik ilyen kategóriát, ami létezik, csak mi nem csináltad benne, még senki nem csinált igen. benne. Van olyan speedrun a kategória a Sid Meier's Pirates-be, hogy az összes várost el kell hódítani, azt hiszem a hollandoknak, akik a legkevesebb várossal kezdenek a játékba. Szóval, hogy összes város legyen holland, úgyhogy ahogy elkezded a játékot, három város holland, és az összes többi meg francia, angol, meg főleg spanyol, a spanyolból van a legtöbb. Mm. És az összeset el kell egyesével foglalni a hollandoknak. Szép. Nagyon durva. Jó. Na jó van, gyerekek. Random talk, nem tudom hány. Azt sem befejezzük, nem? Ja, én igazából már kifújtam. Az a baj, annyira sokat beszéltünk a Bucky-ról például. Hirtelen annyit beszéltünk, meg ki van száradva a szám, és teljesen már elfáradtam. Szó szerint fáradt vagyok most. Igen, úgy kibeszéltünk a munkat, ez az edzés igen, nekünk. Igen, de hogy ezekről a dolgokról szenvedéllyel beszélünk. Persze. Bucky-ról nem lehet így... Hanem tényleg így fölröhögünk, még az történt, még ez történt. Ez csak így lehet. Jó, nézzetek ti is, és akkor majd ti is be tudtok kapcsolni a beszélgetésbe. Az biztos a Bucky the Grappler-t, aki még nem nézte végig, 48 rész az anime, szóval tényleg kurva rövid. Két évad. Se perc alatt. Én azt hiszem két nap alatt néztem végig. Én is kb. Másfél vagy. De tényleg, és tényleg itatja magát. Szóval, hogy megnézel egy részt, kíváncsi vagy benne, hogy mi lesz a következő részben. Mert tényleg olyan, hogy nem hagy nyugodni. Hogy mondjuk, mit tudom én, egy harc kellős közepén, hogy annak mi lesz a vége, vagy mi fog történni, hogy milyen elborult fasság fog a következő epizódban történni. Yeah. Főleg ez, hogy milyen elborult fasság fog a következő epizódban történni. Tényleg, nem lehet abbajni, nem lehet letenni, és csak szomorú az ember, amikor vége van. Na jó. Na jó van, sziasztok! Sziasztok!